even if you go back to the game they played yesterday versus NIP on this one, they just look completely out of their element on this. They couldn't really find entries. They struggled to get onto the sites, and even when they did, their post-plant scenarios were extremely sloppy, and that's just looking at the T side. We only saw a few rounds on the CT side, but from what we had there, too, it was the same problem. Bad communication, getting cut off by these quick executions coming in from NIP, and with that, they were cut out pretty quickly, and that game became the only map, and that's it, of course, that NIP won, but still, it was a map that got taken away from them. Now, that isn't to say that G2 are going to be flawless here. I think if we look back even as early as, like, Malmo, I think this is the map that CLG managed to take off of them in that matchup too. So it's not a clear-cut victory really for either team here, but looking at all the maps in this set, as Yanko just mentioned, this in theory would be the best chance for G2. Gents, what do you think? What are the predictions? Are you going to do it? Are you going to throw the... Na, sziasztok, drága nézők, amíg Hemi felöltözik, addig én üdvözöllek benneteket itt az ESL csatornánkon, a Magyar Esport TV ESL csatornán, ahol jelenleg is egy ESL-es rendezvény zajlik, úgy az ESL profi ligájának harmadik szezonja, és ez itt a végső döntő, ahol már 2-1-re vezet a G2 a Luminosity ellenében, ami annyit jelent, hogy egy BO3 keretein belül már győzött volna a francia csapat. Nagyon durva meglepetés kapujában vagyunk, kedves nézők, úgyhogy köszönjük, akik még velünk tartanak, de hát holnap nincs suli, nincs munka, úgyhogy belefér az is, hogy akár 5 mapon dőljön el a mérkőzés, amire reális esély is van, hiszen az első pályát, segíts Korobi minket, Overpass-t ugye behúzta a G2, utána a Trainen szépített a Luminosity, és a Cobblestone megint a francia csapatnak kedvezett, jöhet Dust 2, az unalomig ismert pálya 0.0 óta a játékosok fejében ott van ez a pálya, mindenki agyon játszotta, már minden egyes szög ismert, nagyon fontos lehet azonban, hogy ezekbe az unalomig ismert szögekbe benéznek-e a játékosok, az eddigi 3 pálya kulcskörei például ilyen apróságokon dőltek be, és láthattuk egyébként, ugye gondoljuk csak a Dreamhack Masters Malmö döntőre, Get Right is milyen szép 4-es lőtt onnan, teljesen ismert pozícióból B-sötétbe. Nagyon fontos lesz, hogy ezt az unalomig ismert pályát ki tudja megfűszerezni egy-két újdonsággal, hiszen ha ez a G2-nak sikerül jobban, 3-1, óriási meglepetés, ha nem, és pedig következik Inferno. És ugyebár azt tudjuk, hogy Dust 2 megint egy agresszívabb pálya, megint egy picit terroristább favorizált pálya, terroristáknak kedvező pálya. Ugyanúgy, ahogy előbb Cobblestone, és nagyon nagy győzelmet hajtott végre a G2 ezen a pályán is. És amennyiben sikerül ezt a fonalat is felvenniük, tehát el tudnak majd lépni, meg tudják nyerni a pisztoly köröket, és nem buknak mondjuk anti-ekókat, akkor meg lehet nekik már, hát korai győzelemnek azért nem mondanám, mert 4 mappot akkor már kipörgettünk, de 3-1-jel a jelenlegi világbajnokot megverhetik. Hölgyeim és uraim, erre senki sem számított, arra nem számítottunk a legelején, hogy a csoportból kijutnak. Nemhogy döntőzenek is, miről beszélünk, hogy most már ilyen közel vannak a győzelemhez. Ez. És azt kell mondanom, hogy az új srác Buddy hatalmasat játszik. Tehát akár AWP-vel, akár Rifle-lel a kezébe, a pisztolykörökbe is kiemelkedő teljesítmény nyújt, és nagyon fontos nyitókat lő. Nem is ő, az entry fragger. Mégis bemegy egy lerakóra, szépen meglövi azt az egy, esetleg dupla nyitókilt, amivel megnyílik a lerakó, lekerül a bomba, és onnan már helyzeti előnyben a G2. Lássuk, hogy Dust 2-n hasonlóképpen alakul-e. A brazil játékosokat láthatjuk egyébként a képen, és már kapcsolunk is az O2 Arena stúdiójába. Megy a fogadkozás! Colzera, Taco, Fer, FNX és Fallen, vagyis a Luminosity Gaming, a világ ranglista vezető major győztes brazil gárda. Egy hangos ordítás, próbálják magukat is hergelni. Még a G2 szép, ők már, nyugodtan. Nekik ez már lezajlott, tehát ők már korábban megtették. Nézzek, Smith a távolban réve, de mire gondolt? Lehet Nylonra egyébként? Nylonra, igen. Jaj, de hogyha most megnyerem ezt a rendezvényt, vajon mit kapok tőle ajándékba? Jaj, Robi, olyan gonosz vagy, aki nem érteni ezt a kis belső viccet, ugye egy magyar női sztár Counter-Strike játékos az életben Smith párja. És lesz miért, Nicolette, alias Nylon, igen, lesz miért megdicsérni Smith-t egyébként. Sokan az ő teljesítményét már az MV-s korszakban is bírálták. Hát figyelj, Nylon már bajnok lett. Ugye? Ó, hát, van igen. Mihez odaérni. Van mihez az odaérni. Miért, hogy a családban... Kihordja otthon a nadrágot. Igen, kilövi a több fejest, ugye? És milyen arányokkal, tehát azért ez sem mindegy.
Nocsak, a közönség is újjong, hát ezt meg tudom érteni, hiszen két igazán magas kvalitású csapat küzd meg egymással. Lássuk ezeket a százalékokat, a Pisztoly győzelmet többnyire azért a Luminosity Gaming hozta el. Ebben a pillanatban el is indul a negyedik pályánk, Dust 2. Hangot is adunk a játékra, minden van most már, ami csak kell. Reméljük, hogy ti is jól szórakoztok, van étel, ital előttetek, és egy csodás este folytatódik a Magyar Esport TV-vel. Egyelőre kill nem történt, de azért kinézett itt FNX, hogy hát ha lát tunnelbe, vagy top miden, vagy miden játékos, de nincs info így viszont. És nagyon érdekes, hogy a Luminosity Gaming pikkelhetett oldalt, és annyira nem bíznak a saját terror körükbe, hogy inkább az esélytelenebb CT-t pikkelték. Beszéltük, hogy nekik megy a CT oldal, ez azonban most nem köszön vissza! Az agresszív G2 támadás két fejessel megindul B felé, és a kerítős B már a harmadik embert halálát eredményezi. Soxit elbújva, Fallen próbál füstön át fregelni, de nem sikerül neki. A Luminosity Gaming nem is ijedtsége, de nem bíztak. Ez egy letaglózó kör volt. Igen. Nagyon gyorsan bementek Mid2B-ről, kaptak két fejest, és onnantól kezdve szinte tiszta út nyílt ugye B-lerakóra. Meg lesz tehát a kezdeti előny a G2 eSportsnál. Az előnyösebbik oldalon kezdhetik az általuk választott pályát, hatalmas előny, és lehet ezzel a Luminosity Gaming nehéz helyzetbe sodorja magát, hiszen gondolj bele, Robi, ha tehát mentálisan mondom, igen, hogyha egy 10-5-tel, 11-5-tel tud mondjuk vagy a lehet, GT, nagy előnyük lehet. G2 fordulni, hát az hatalmas, hát tulajdonképpen a győzelem kapujába kerülnek, a Luminosity Gaming lehet túltaktikázza magát ezzel, hogy a CT oldalt választja, de tényleg nem mennek itt terrorba. Tényleg nem mennek itt terrorba, próbálnak CT-be egy kis önbizalmat építeni, mennyi kör kell ahhoz, itt Dust 2-n, hogy CT oldalon innen átfordulva terrorra azt mondta, hogy ez egy önbizalom növelő kör volt. 7-8 már elég? 7-8 nem. Minden esetre hát lehet ilyen közel eredmény, mert hogy egy kiegyensúlyozott pályáról beszélünk. 10-5-tel kellene talán reálisan CT-ből fordulnia. CT-ből fú, de nehéz lesz. Főleg így, hogy elbukták a pisztolykört, és most Scream AK fejesével ismét teljesen üles B-lerakó. És sebez Fallen, de ez így kevés lesz. A testlövés ezzel a fegyverrel nem öl, hogyha van Kevlar. Scream viszont kiheggeli, kiheggeszti Fallent abból a falba. Tehát az a lényeg, hogy emberhátrányban megint a Luminosity Gaming, megint csak Smith az SSG-vel falon keresztül végez Coldzerával, bárcsak inkább azt a freget láttuk volna. Mit tudjuk mondani? Nagy kezdés ez a G2-től, nem fognak fegyvert bukni, most már menti a menthetőt a Luminosity Gaming, Fer és FNX kettőse. Csak a Kevlar miatt lehet ennek értelme, hiszen azért az autópisztoly ezen a pályán talán a közeli szögek nem annyira dominálnak, és úgy tűnik, hogy itt lerakón egy embert el is fognak lőni, de FNX tud egyet fregelni, mielőtt meghal. Eredmény azonban ugyanaz, lekerül a bomba, mindenki meghal, egy játékost veszít a G2, tökéletesen alakul számukra ez a Dust 2. Oda néz, Buddy arcát, annyira higgadt, legalábbis most az látszódik, hogy ő eljött MMS-ni a srácokkal, a haverokkal, de nem? Nagyon, nagyon kemény a srác, és ennek megfelelően, vagy ennek ellenére azonban felpörögve csúcsformában játszik. Igen, de valójában így kell, tehát élvezed a játékot, akkor jó vagy. Egyszerűen jól megy. És persze megvan ez a druk, ez a versenydruk, de az nem számít. Ez lehet a G2-nak a nagy titka, amivel most meglepetést okoznak az egész világnak, hogy összeállt egy olyan ötös, egy olyan haveri banda, akik jól érzik magukat, és még mellette eredményesek is. Sox ezzel a duplával abszolút azt mutatja, minden rendben a csapaton belül. El tudták lőni két emberét is a Luminosity Gamingnek, és megvan az info, hogy ketten a három játékosból ott vannak án, miután szépen megpróbálják kipontozni, és 9 HP-ra le is sebzik FNX-et, majd koppan a fejes, megnyílik B-lerakó Fallennek és Fernek, a zsákmányolt SMG-vel kéne visszafoglalni, és hoppá, Fallen átnyomja a smoke-ot, ez meglepetést okozhat, de Screamen nem fog ki. Nem, őt nem lehet olyan könnyen meglepni, Fer pedig a füstben éri őt a halál méghozzá Screamtől. Hát ha nem ismerném Screamet, és nem látnám, hogy itt játszik, biztos azt mondanám, hogy egy remek játékos. De nyilván van egy remek játékos, mert egyszerűen készen elképesztő, ami most a G2-vel történik. Jelen pillanatban az LG-nek még mindig vannak hát gondjai, azért a 3-0-nál még nem mondanám, hogy vannak gondjai, inkább, leginkább az egész támadással. Így ezt a három pályát, ami mögöttünk van, plusz ez beleszámolva vannak
problémáik a támadással. És rohannak előre a G2 játékosok, nézzek, 10-15... Úristen! Telik el a körből, és kit vannak Bén! B előtt, és Scream két fejessel megint megalapozza ezt a kört. Seriously? No. És jönnek a Nice One-ok, nem tud mit csinálni a Luminosity Gaming ezzel a nyers skill-lel, amit Scream bemutat. Rohan előre, lövi a fejeseket egy golyóból, nulla pixelen tulajdonképpen. Fallen és Fair pedig hiába nem került még be a bomba. 4v2-ben ennyire kiszorítva az eseményektől, csak a mentésre gondolhat, az első fegyveres kört lehozza a G2, és eddig átgázolnak a világranglistát vezető brazil ötösön. Kár, hogy nem szünetben beszélünk, meg úgy hagyjuk bekapcsolva a mikrofont, mert valahogy már sejthettük, vagy sejtettük, hogy ez lesz, hogy egyszerűen ezen az agresszív pályán, mert ugye ezt, ha jól játsszák, akkor így játsszák, előnybe lesz a G2. Viszont egy valamire nem számoltunk, hogy CT-be fog kezdeni a Luminosity. Igen, tehát nem, azt hittük, hogy nem. A G2 terror oldala majd fordulás után következik be, és előtte a Luminosity Gaming lehoz egy 9-6-10-5-ös terror oldalt. Hiába nem az erősségük, Dust 2 annyira a terroroknak kedvez, hogy ez benne van a pakliba. És a mérkőzés felvezetésekor beszéltük, hogy a Luminosity Gaming minden pályát... Úristen, nézzük meg még egyszer ezt az egygőst, ugrás közben, atya úristen! De alapból az érkezés, hogy azt kiszámolni, hogy doboz mögé, és akkor doboz felé kezdsz... Jézusom! Jézusom, Scream! Miért csináld ezt velünk? És az az igazság, hogy sokan ugye megrótták emiatt Screamet, hogy hát nagyon-nagyon arra játszik, hogy csak fejest lőni, és ezzel inkább nem lövi be mondjuk a tiszta célpontot, ha nem tud neki fejest lőni. Most már eljutott arra a szintre, hogy nincs ilyen szükség, tehát mindig fejes, ha nem meg, akkor meg tök mindegy, belőjük testre. Tehát azért láttunk már testlevést tőle is, de mennyi volt az aránya? 60% 65% a mérkőzés igen. Előtt. Egészen elképesztő, szerintem ez egyébként most arra nem ment le, vagy inkább csak növekedett. Nagyon keményen lő Scream továbbra is. És le van téve a bomba, és bár itt van közel FNX, egyszerűen nem tud mit tenni. Desert Eagle, a Kevlar nélkül, gránátok nélkül, Diffuse Kit nélkül, Fallen már nyilván inti a csapatot arra, hogy mentsétek, amit csak tudtok. Jó, persze FNX itt maradhat, és hát ha el tud vinni magával egy-két játékost, ha csak belerobbannak a bombába, vagy ha csak lelövi őket, teljesen mindegy, csak valamit a bankjukba kárt tenni kell, mert ez így nem mehet tovább, hogy ennyire elhúz a G2. Ez most szép. Hát igen. FNX-nek nincs mit mentenie, fegyvert valószínűleg zsákmányolni nem tud, de egy AK-t elvett Screamtől, magának $300, lehetőségekhez képest ez még jónak számít, Smithék pedig megérkeznek, és nem néz ki rá Fair, míg csak akkor miután már Smith elbújt. És azt akartuk mondani Dust2-vel kapcsolatban, hogy egy emlékezetes 16-0 után, amit a Fnatic-tól szenvedett el a Luminosity, elkezdték autobanként kezelni Dust2-t. Hiába játszottak minden pályán ugyanannyit, egy ideig a közelmúlt hát a Dreamhack Austinék folyamatosan bannolták. Aztán a Dreamhack Austinra rákészültek, és amerikai csapatok ellen elkezdték pikkelni. És lehet elhitték, hogy megy nekik ez a Dust 2. Most hát azonban, nézd meg, rommá lövik őket! Hármas RPK-tól! Rommá lövik őket az agresszívan játszó G2-sok, és nem tudnak mit csinálni, amint megvásárolják a fegyvereket. Oppá, de Cold Zera! Láttunk már tőle egy észt a Dreamhack Austinon. Most azonban csak egy dupláig jut, Shox fejezi be, és amit tudod, miért csinálja jól a G2? Mert nem hagyják, hogy nem hagyják gondolkodni az LG-t, mennek rájuk keményen, és hát jó, ez most egy óriási és megpróbálták meghúzni a váratlant, bestekkeltek hosszúra, tényleg arra jöttek négyen a terrorok, de RPK egyedül is elég lett volna, persze nem, a gránátok és a vakitok kellettek, láttuk, hogy három játékost ugye mindhárman vakok voltak, nagyon jó csapatmunka volt a G2-től. Rá kell, ugyanis ugyanúgy menni kell szépen, keményen, persze nem azt mondom, hogy ugyanazt a kört játszani, de nem szabad hagyni gondolkodni ezt az LG-t, mert hogyha Fallen egy picit kitisztul a feje, össze fogja rázni ezt a csapatot, hidd el nekem, ha lesz néhány olyan körük, amiben mondjuk egy 1v1-szitút, egy klács helyzetet megnyer ez a brazil csapat, az önbizalmat fog nekik adni, örülni fognak neki, egy esetleges taktikai időkéréssel Fallen össze fogja szedni ezt a csapatot, és meg tudják forgatni, de ha a G2 addig üti őket, és amíg el nem jön ez a pillanat, tudnak minden nagyobb differenciát kialakítani, akkor a G2 annyival közelebb lesz a győzelemhez. Hát most, ha ezt a kört, ugye vásárlóskör ismét a Luminosity Gamingnél, le tudja még hozni a G2,
akkor azt hiszem egy időkérés bőven kijár a brazil csapatnak. Jönnek a gránátok ára, és catwalkról, vagyis rövidről próbálnak majd beállni. Colzara elrontja az első lövést, AVP-vel már sokat gyára hibáznak a Luminosity-sek. Most azonban félvakon ellövi Screamet, aki háttal futott be, hogy ne vakuljon, és úgy tűnik, befoglalják állerakót a terrorok. FNX kidobja a flash-t, és utána egy embert el is tud lőni. Ez most jó egy csere volt a CT-k számára, hiszen 4v2 szituációban füstön keresztül RPK fregel egyet. Buddynak 10 HP-val nem sok szerep juthat, de a bombát még le kéne tennie. RPK azonban elhullik, úgyhogy 10 HP-val Buddyn a francia szurkolók, illetve a csapattársak szeme. Ha nem is fogja lehozni, megint lőttek kettőt, pénzeket szereztek a csapatnak. Nem volt ez egy rossz kör a G2-nek. Mondjuk, ha AVP-t tud lőni itt most, főleg ugye itt a legvégén, megtette volna. Hát akkor kimentik a társak, igazából az is mindegy. Oké, okay, akkor meg a Kevlart meg az M4-et kell újra venni. Így van, teljesen igaz. Két AVP-t és egy M4-et tud kimenteni a következő körre a Luminosity Gaming, és ideje volt, hogy feltegyék az első pontjukat a táblára, de a Nemzeti 8-1 még bármikor összejöhet. Hát még várat magára egyelőre, azért még addig legalább kettő kört kell hozni a G2 eSportsnak. Pénz bűven van. Ha. Most RPK ugye maxra vette magát, és még mindig, hát dob neki RPK legfeljebb, tehát hogy azzal nem de kell aggódni. Mit? Ja, igen. Hát most úgy vannak vele, hogy igazából felesleges AVP-zni, nagyon jól működik az, hogy megyünk előre, füstöket használunk, gyújtógránátokat használunk. Teljesen feleslegesen lassítani ezen a felálláson egy AVP-vel. Pláne úgy, hogy igazából itt ezen a pályán se Fallennel, se Colzerával nem nagyon rúg labdába most Smith, most ez az őszinte véleményem ezzel kapcsolatban, de a többiek viszont abszolút helyt állnak, és egyébként Smith is hozza a kötelezőt, hogyha nincs probléma. Na lássuk, Buddy már bement B-re, Colzer egyelőre hátulról védekezik, inkább feladja a pozícióit, de maradjon életben, ez egy okos döntés. Kireked, most kéne egy füst egyébként, és így gyakorlatilag az AVP-sek ki vannak zárva megint hosszú másodpercekre, le lesz téve a bomba, AVP-vel visszafoglalni nagyon-nagyon nehéz lesz, hogyha nem nagyon rontják el, tehát nem nézegetnek ki az AVP-sekre a G2 eSports játékosai, akkor ez meg lehet. Smith 45 HP, hát el fogsz égni, élve öcsém! Na minden. Nem sokon múlt, és utána füstön keresztül el tudja lőni Colzerát! Hát az RPK is kapott belőle, de minden esetre jó volt, kellett nagyon most. És nincs idő, úgyhogy négy fegyver mentés lesz itt, ha csak Buddy nem lő, ha hogy ne lőne, megöli Fert, FNX válaszol, a kör viszont a G2 eSportsnál landol, most már biztos, ezzel együtt tehát, hát 7-1, vagy 1-6 az állás, ahonnan nézzük. És most már 7 ebben a pillanatban, hogy felrobbant tehát a bomba. Tessék, ez a válasz, hogy miért nincs AVP-s, és hogy a másik oldalra sem feltétlenül kéne. 2. Akadálytalanul mentek be B-re a terroristák, lássuk be, bármennyire is szépítetnénk a dolgot, Colzeráék semmilyen ellenállást nem tanúsítottak B-n. Bementek, lerakták, kifüstölték őket, és szevasz, meg volt a 7. kör a G2 számára. Újra tudták vásárolni magukat a Luminosity-sek, hiszen azért volt egy pár SK-juk még a mérkőzés elején. Nyerték, bukták szituáció miatt, azonban minél több fegyvert megpróbáltak kimenteni. És ez be is jön. A legjobb korváltát is ellövi Fert! Colzera az AVP-vel, illetve FNX az M4-jel még visszafoglalhatja. A gránátok jó helyen robbannak, ablak lezárva, kapu elfüstölve, Buddy fedezi Smith-t sötétbe. Mindketten azonban fakapun, nincs szükség arra a hátsó fedezékre, átnyomják a smoke-ot, megvan az info, hogy most már csak sötétbe lehettek, és Smith-t ellövik, Buddynak egyedül kell, de végig fogja szedni? Nem, Colzera nem szedte végig, most pozíciót váltanak, és Colzera nagyon fontos triplával lehozza most már ezt a második kört. Nem lesz Nemzeti 8-1, srácok, de az 1-7 Brazíliának azért kijárt, azt még utolértük.
El kell kezdenie pontokat feltenni a táblára a Luminosity Gamingnek, hogyha Infernóra akarják menteni. Arra az Infernóra, amit egyik csapat se játszik újabban, hiszen bannolják mindketten az online, illetve offline mérkőzéseken is, hiszen nem sokáig lesz már a mappulva. Ezen a döntőn azonban még lehet, hogy valamelyiküknek bizonyítani kell rajta, sőt, hát mindkettőjüknek, de valamelyiküknek fel kell tenni az íre a pontot. Négy mérkőzés után. Továbbra is nagyon-nagyon ragaszkodik a Luminosity Gaming ezen a dupla AWP-hez, és ezeket a pikeket kellett volna falannak már réges-régen, illetve egy picivel agresszívabb játékstílust erőltetni. Most felmentek középen Feri, illetve Fallen, így kell csinálni, és megkeretni a G2-t, mert az, hogy várjuk, hogy majd bejönnek ránk, először is ki fognak szorítani az előnyösebb helyzetekből a füstökkel, leteszik, és onnantól kezdve megint csak szívhatjuk a fogunkat, hogy hát ok. Tehát ez most egy jó váltás, egy éles váltás az LG-től, innentől kezdve megvan az ember, hogy talán egy picikét már vissza lehet ülni szokásos helyre, újra meg lehet nyomni az escape-et, ki lehet kapcsolni a monitort a következő egy percre, hogy ezt ugye az LG-től már megszokhattuk. Minden esetre soksznál ott van az AWP, kérdés, hogy most mit akarnak ebben az utolsó egy percben? A bomba top miden van, és innen akár rövidre, mid to be, hosszú már nem nagyon lehet, lehetséges ebből. Ellövik közben RPK-t Kolzer a falon keresztül középen, igen, erre lehetett számítani, mert elég régóta figyelte RPK pozícióját. És Soxnak valószínűleg az lenne most a legjobb döntése, ha behívná a mentés gombot. Nem nagyon akarna innentől kezdve már, ki fog nézni hosszúra, és nagyon jó helyen van. Bőven van pénz, akár rá is próbálhatnak. Jó még van, csak hogy a játékból is sok van még. Na, szép. El kell lőni a fegyvereiket, ugye ne felejtsük el, most lehoztak egy kört a Luminosity Gamingesek, úgyhogy Scream és Shox megpróbál minél több, most az a fejes nem jött össze, a fejes király belga játékosnak. Shox azonban remek reflexekkel már a második játékos le szedik tudja ki. Tenni. Plusz 800 dollár. Megvan időben a bomb plant és Shoxi és Scream, úristen, hiába 0 HP-n fregelnek sorra. Fiesz lehozhatja Shox és menélő pont akú. Nagyon szép volt a pék, ez a kinézek balra azonnal vissza és akkor már Shox mellélőt. Benne volt ebben a körben, a 2v2-nél én elhittem. Scream lő még egy fejest, 1v2-ben pedig lehozzák. De végül ugye nem így alakult, az LG-nek kellett ez a kör, hát ember előnyben volt. De már csak lelkileg is milyen fontos, hogy csak ketten élték túl. Tehát egy 2v5 szituációból kihoztak egy plantot, és megöltek három embert. Azért ez is egyfajta erődemonstráció. Újra vásárolják magukat, azért nincs olyan nagyon sok pénz a G2-nál, most már két kör buktak zsinórba, hiába plant hát ide igen, vagy oda. Minél többet buknak, annál több lesz a lose bónusz is ezzel együtt. Ugye 1900-2004, ugye ez az, hogy ha elbukják ezt a harmadik kört, akkor azzal együtt kapnak ki, hát már 3000 dollár felett, és ugye letették a bombát, tehát nem biztos, hogy következő körben ekózni fognak, ugye, hogy van 2004, bocsánat, amit kapni fognak, akkor viszont lehetséges. De figyelj, kibeszél itt ekkóról, lehet, hogy megnyerik, és akkor viszont persze, a Luminosity Gaming-el persze, találgatunk csak, amíg a csapatok így az akcióval kivárnak, a G2 eddig a gyors köreid volt híres, most azonban besztekkelnek rövidre, és catwalkra indul majd a támadás, az első smoke jelzi, Kolzer el is lövi magát, így megvan pozíció, hogy honnan számíthatnak az AWP-sre. Jönnek közben a flashek, a smoke-ok, nagyon szép, egy végletekig kimunkált stratégia eddig a G2-tól, és akadálytalanul, igen. Az AWP nem tud mit tenni, hát hosszú másodpercet. Eldobják a bombát, nézzek, senki nem veszi fel a bombát, most pedig ketten is rohannak érte, egy kis kommunikációs hiba, és Kolzara elmúlik a füst. Túl sokat várt a G2 ezzel a támadással, így ember hátrányból kell, most már plant után kivédekezniük a szituációt. Egyenlít létszámot tekintve Shox hátulról próbált fair röviden mögéjük menni, de Shox ezzel a freggel az, egy kicsit elrémítette. Megvan, az, hogy rövid megvan, az egy olyan kulcsfontosságú pozíció, amiben egyszer nem bukhat kört, bár így, hogyha kinézegetnek a srácok, akkor nehéz lesz RPK 1v3-ban. Az idő, át egy hiba RPK-tól, még egy hiba, ugornak, bocsánat, body, és megvan neki FNX, de idővel hogy állunk, van defuse kit, tehát lesz idő leszedni. Jönnek a pacsik, érzik most a Luminosity játékosok is, hogy egy kicsit visszatértek a mérkőzésbe, 7-1 után, lehet kevés esélyt adtak volna egy ekkora zárkózásra, de a Luminosity pont azért jó csapat. Amit a mérkőzés elején is beszéltünk, hogyha 5 mapra elhúzódik, hosszú távon felőrölheti az LG a G2-t. Emlékezzünk a Major elődöntőre. Számtalanszor említettük, de nem mehetünk el szó nélkül. Két mapon összesen
15 mappontot hárított az LG, és így győzte le a Team Liquidet. Van tehát tartás, van tehát erő ebben a csapatban, hátrányból játszva is. Nem fognak egy 7-1-től megriadni, úgyhogy senki ne könyvelje el, hogy egy könnyű Dust 2 győzelem a G2 neve mellett. Az a 7 kör Terror oldalon elég szépnek mondható, de beszéltük, hogy alapvetően T-sided a map. Tehát a Luminosity, hogyha itt 7-8 kört hoz CT-be, és utána jól betámadja a Terror oldalt, már is megyünk Infernóra, Fer azonban Bakon nem tud ellenállást gördíteni a Terrorok támadásába. Holzera vajon az AWP-ben? Hát semmit nem lát a smoke-on. Ki is megy? A vakítógránátok és a füstök használatára nem lehet panasz a G2-nél. Nagyon jól csinálják, csak Kodzer ugye... azt se tudja, hol van, és megint bevakul. Megfordítják, jól is csinálják. Sokszor az, aki ugye tunnel tartja, hát ha kerül valaki, egy mit to be innentől kezdve, vagy egy nagykerülős B lesz, úgy tűnik, hogy egy nagykerülős B lesz. Ez egy jó döntésnek bizonyulhat, hogyha nem állnak meg is. Oda néz! Átforgatták a B játékos Fallent is! Tökéletes! Nagyon szép! Most eszmél rá Fallen, hogy lehet, hogy nem kellett volna ott hagynom a B-t. De késő! Mellélő Fallen késő! Pontosan nem volt meg az a biztos pozíció. Közben Shox semmi baj, mellélő Shox, de rengeteg információ, két játékos az, ami érkezett, és akkor le tudja még fészelni Bunny-t! Egy HP-t túléri! Hát ki ez a srác? Egészen elképesztő. Van még remény az egész számára, hogy lehozhassák ezt a kört. Vannak még gránátjaik, négy vakító gránát, ez rengeteg, és diffuse kit is, mivel be lehet menni egy ilyen lerakó, mint Bén, ami nagyon szűk. Bemegye Fenix, megy a fős, ott van Takónak is egy kis Scream 7 HP-n. Nem tud már 7 HP-val fregelni, elhullik, és villám gyorsan kell szednie a bombát a braziloknak, de diffuse kittel ez sétagalop, megvan az ötödik körük is. Azt mondom, hogy a 10-5-tel fordulnak. Ha Takó nem lövi meg azt a kettő freget ott tunnelbe, akkor igen, hát egy biztos kör lehetett volna. Ugye így... ő is, meg Shox is gránáttal rohant, ő eszmélt előbb, előtte, akkor még azt mondtuk, hogy 4v3 semmi baj. De a sötétet letartó terrorista társat is el tudta lőni Takó, így 3v3-nál pedig nagyon fontos volt, hogy mit tudnak majd a társak csinálni ablakból. De FNX bátran beugrott és előtte a bombán ülő ellenfelet. Utána pedig kiosztott még ott B-sötét bejáratához is egy fejest, és ezzel 3v1-be már Scream hiába tudott egyet regelni, 7 HP-n maradt, és 2v1-be lehozták. Újra agresszív kör a G2-tól, nézd meg, megint azt a kört játsszák, amit az első fegyveres körbe 1.30-nál kirohannak középen. Megvan a dupla nyitó, közben egy emberük ugyan elhullik, de Takó kiszolgáltatott helyzetben két oldalról jönnek rá, megint előhúzta az egyszer már jól bevált kört a G2, és ez ismét kört ér. El tudnak lépni 7-1 után erről a mesés 7 körgyőzelemről. 4 kört hozott Ginorban, láthatjuk mindet diffuse-zal. A képernyőn ez kiviláglik. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy elértek a lerakóig a G2 játékos, legfeljebb megvédeni nem tudták már az aktivált bombát. Ami azért jelent valamit, hogy ők nagyon jól támadnak. És hogy nem jó a CT védelem. Pont és hogy nem nagyon jó a CT védelem. És az egy dolog, hogy vissza tudtak foglalni, mert nyilván az is nagyon-nagyon fontos. De az, hogy rengeteg pénzhez juttatjuk a terroristákat, és már nem nagyon ekózott a G2. Pontosan ezek miatt a vásárlások miatt, vagy ezek miatt a körhozatalok miatt, hogy le tudtak tenni bombákat. És megvan a fél idő. Ezt már biztosan megnyerték, de hogy 10-5-tel nyerik-e meg, vagy 9-6-tal, vagy esetleg egy 8-7-tel, az a következő két körön belül fog eldőlni. AWP Fallennél további vásárlások. Nem nagyon. Nem lesz, ugye ezek a... Már az utolsó körre spórolnak, és jól is teszik. Nem kéne túl sok kört engedniük a G2-nak, hiszen a lelki előny, a lélektani előny ezáltal a franciákhoz vándorol. A pisztolykör, Robi, már megint az a pisztolykör, milyen fontos lesz. Igen. És megint egy nagyon egyértelmű B lesz, Fallen fogod itt szembenézni, egyenúzom, és Fallennek itt lehet még a lehetősége, de jó a tűzgránát. Jöhetett volna ez a smoke is előbb. És jó a füst is, és még egy gyújtógránát bemegy, sebződik, de ez még kevés, a többiek pedig egyelőre le vannak maradva, de szintén kerülnek, Shox fogja fogni, hogy előbb nem sikerült most egy másik pozícióból lőhetni oldalba FNX-et. Megvan FNX, akinek fegyver volt, Takóval is végez, majd Fer becsúszott közéjük. Ami azt jelenti, hogy Fallennek mentenie kell az AWP-t, és ha most őt elkapnák, akkor egészen nagy bajban lenne a Luminosity Gaming. Tehát erre nem fog sor kerülni. Az egyik játékos, aki már futott felé RPK-t, ellövi,
és valószínűleg homokban, pitben fog meghúzóckodni. És várja ki a kör végét. De tudják, hogy valafele erre fele van, és már mennek rá, már hosszúról, illetve odanéz. Megvan közben Smith, és ott megy rá, ott elveszíti Fallen. Tudta Shox, hogy az a fegyver következő kört érheti, hogyha el tudják venni Fallen-től, és megtörtént. Beáldozták Smith-t, akinek az AVP-jét azonban Buddy kihozta, így nem volt ez valódi áldozat. Pénz odanéz bőven a G2-nál, és a Luminosity Gaming is egy egész jó vásárlást. Smith ellövi Quadzarát 35 HP-ra, ez Bén még fontos lehet, akár egy jó gránát használattal, akár egy-két golyóval, dobozon keresztül is meg lehet az ember előny. Quadzarának nagyon óvatosnak kell lennie, és Smith egy embert ellő kapun keresztül, és utána Fer, Scream pedig folytatja, nagyon szépen játsza meg az utolsó körét a G2 Esports Terror oldalon. 4v2, Quadzara pedig a már említett sebzett állapotban, az is milyen fontos volt, hogy az ott megvolt körülején, és egy team kill, visszajön a körben ezzel a team killel, a Luminosity jó. Gaming, hát Smith-ekkel ez... leúzdia a kört, akár pisztolyjal is elég lehet, egyetlen egy golyó kell mindenki, bár az AVP-től főleg, de FNX-be is, akár AK-ra is cserélhet, egy perc van hátra, lekerül a bomba, játszhat az idővel a Luminosity Gaming, de nincs, opa, ennyi. 4v2-t hoz le a Luminosity Gaming, köszönhetően hát egy team killnek. Igen. Ez még fontos lehet. Nagyon fontos egy lehet. Egy kör, bármire elég. Többek között arra, hogy ha elbukják a pisztoly köröket, illetve az iskola köröket, akkor már is ott vagyunk 9-9-nél. Ez nem teljesen lehetetlen, hiszen terrorista oldala lesz a Luminosity Gaming. Lassú köreik lesznek, a pattanásig fognak feszülni az idegek, az utolsó másodperceiket is ki fogják használni, és érzi Shox, hogy bár megnyertük, és az egész G2, hogy bár megnyertük ezt a fél időt, és nagyon jól játszottunk, mert nem lehet mondani, hogy nem, azért voltak hibák, nagyobb hibák. Például itt az utolsó kör. Időkérés, és megpróbálják átbeszélni. Immár, ja nem is időkérés, hát fordulás, hát ott van egy kis szünet mindig, úgyhogy megpróbálják átbeszélni a franciák, mit kéne ebben a nagyon fontos pisztolykörben csinálniuk. Hát Zeus, aki coach pozícióban tulajdonképpen csak tanácsot ad, nézzek, Fallen beszél végig, Zeus pedig tisztelet teljesen hallgat. De van még ott egy sokat tud hozzá. Nem is tudom, hogy hát az nyilván az admin valószínűleg. Hát hogy ő vigye ez a biztonságokra. Ez a fejes screamtől. Atya úristen, ezt én nagyon sokat meg tekinteni, csak úgy, mint az az RPK-3-as, hát tényleg tank, rászolgált a Bece nevére. Van ez a kör, amikor két játékost el tudtak lőni, és az utolsó, hát a teamkét pont nem mutatták meg nekünk. Mindben jön egy rövid szünet. Aztán jövünk vissza.
Na hát, sziasztok, drága nézőink! Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan vagytok velünk, de valójában a mérkőzés nagyon nívós és nagyon izgalmas, úgyhogy Hemivel már alig várjuk a folytatást. Erre számítottál? Sokat gyerek kérdezem meg, de hát... Igen, természetesen, mint mindenki más, sima 3-0-ás Luminositra számítottam. Nem, persze azért, de úgy gondoltam, hogy inkább a braziloknak áll a zászló. Ugye, aki itt volt velünk a mérkőzésen, emlékezhet, hogy azt mondtam, hogy örülnék a G2 győzelmének, de azért én magam se hittem el. Úgy kerek ez a sztori, és úgy igazi hamupipőke történet, hogy a G2 nyerje meg ezt a versenyt, de erre igazából nem sok esélyt adtunk. Hamupipőke történet? És akkor felébrednek, és kiderül, hogy nem is döntőznek, igazából tennek írtak a csoportban. És közben elkezdődik a pisztolykör, úgyhogy inkább nézzük is ezt, mint minket. Scream az első fejest már el is durrantotta, Koldzerát lőtte el, középről felfutva, hosszú felefer azonban büntetett, és ez a korai agresszió 1v1-es trédet eredményezett, és Shox nem tudja kipontozni Fert, levitte 40 HP-ra, és aztán FNX is ellövi, beigazolódhat, amit Robi jósolt, hogy az utolsó kört elvesztette a G2, lehetett volna 10-5, egy team kill, egy Shoxi team kill azonban megnyitotta a 4v2-ben a lehetőséget a Luminosity előtt, így 9-6-tal fordultak, és ha elhozzák a pisztolykört, valamint a két iskola kört, döntetlen és kezdődhet minden előről. Smith nem hagyta magát, de összességében ő sem tudott mit tenni ez ellen a kör ellen, illetve ez ellen a Luminosity ellen. Megvan így tehát a kezdőlöket, ami egyébként jellemző, hogy a terroristák lehozzák ezen a pályán. Ezzel még nem kell szomorkodni, tehát még nem itt van a probléma. A probléma majd akkor lesz, hogyha az első fegyveres kört elbukják a srácok, vagy nem tudnak úgy menteni, hogy az úgy, hogy ez nekik előnyös legyen pénzügyi szempontból. Közben ugye ráforszolt értelemszerűen a G2, és sebezték is már őket. Smith, illetve Buddy elég kevés HP-n vannak. És ott el kéne csípni Fer, de úgy tűnik, hogy ott hagyja 26 HP-val menekülni Fer, hagyja. Fer az a nagy túlélő. Ez biztos, ő Bear Grylls. Hát egyébként Bear Grylls-nél már csak az operatőre keményebb. Úgyhogy... Igen, mert ő mindezt a kamerával csinálja. Igen, ami egy, hát nem egy könnyű dolog, nem egy könnyű tárgy. És hát miről is van szó? CT-ből ez a pálya, egyszerűen ezek az átérések A-ról B-re nagyon nehéz és időigényes. Ha itt nem olvassák jól a terrorista köröket, akkor itt vége lesz hosszú távon. Buddy egy kilt beszúr, már előbb említett. Shox pedig duplázik. És még nem ért véget a könyv, és ott a bomba náluk! Így van. Ott a bomba náluk! Megvannak a kevlarok és 5-7-ökkel védhetik a lerakót. Nem vettek még fel fegyvert, ezt elnéztem, bocsánat, Fallen az, aki leváltott, és megöli közben RPK-t. Shox egyedül, akik miden van, és most rövidről érkezhet. Full HP-val, fegyvert azonban nem talál magának, Fernek egy golyó is elég, Fallen már nehezebb dió, 3 freget már lőtt, úgyhogy sül a keze, és Fallen jön föl lerakni a bombát, Fert nem kockáztatják meg, hogy ellője, de egy fejes elég lehet. Igen. Hát, így van, elég is pont lehet. Tökéletesen elég. Elég is lehet. Fallen volt a gyorsabb, az 1v1 királyt, a HTC megkívásos 1v1 versenyét megnyerő Shox most nem tudott élni pisztoly skilljeivel. Emlékszel, Robi, ezen az 1v1-en Shoxi nem veszített az I'm Pistol mapon. Tehát ez volt a harmadik, a Decider, hogyha 1-1-re végeznek, volt, amit 2-0-ra nyert Shox, de ha 1-1 után elérkeztek pisztolyra, mindig nyert, ragyogóan bánik tehát ezekkel a kisebb kaliberű fegyverekkel is, most azonban nem sikerült. És úgy néz ki, ez a kör is gyorsan eldől a Luminosity Gaming számára, már is 3-as entry frag, és a hosszún ragadt két CT ellen, itt lehet a következő, úgy van, Fallen USP-vel, Koldzera pedig a célkeresztje elé, bemászó RPK-t sebzi le, aki még visszalövi 4 HP-ra Koldzerát, de Fallen scoutja ellen. És tudod mi van, hát mindent a kezdve az LG lesz előnyben. A következő körön még persze sok minden fog múlni, mert ha megnyeri a G2, akkor azt tudom mondani, hogy oké, akkor még mindig egál, annak ellenére, hogy egy körrel fog vezetni a G2, de hogyha ezt megnyeri az LG, akkor 2 körrel húzhat el, és egy picikét a G2 érezheti azt a feszes hurkot a nyakán, amit így rájuk hurkoltak a szünetben a Luminosity Gaming játékosa, hogy egy nyilvános akasztásra kerüljön sor, hiszen elrontották azért az első félidőt. Annak mennyit volt? 6-0 meg 7-0? Igen, 7-1 volt, ugye? Nevettünk is ezen a 7-1-es brazil verésen, amit már egyszer a történelem elhozott nekünk, és most viszont a nyitó frag a G2 javára
és utána egy az egybe cserélnek, sőt, Buddy duplázik, triplázik, nem néztek be ide! Hát ezok azok a közeli sarkok, amiket említettünk, Robi, be kell nézni mondjuk mindenhova! Nem lehet egyszerűen minden sorra, pláne ennyi füstelés vakítóval, tehát az, hogy elkerülte a figyelmüket Buddy, az... Az a körükbe ebben az esetben ez most jogos, de kör, igen, körvesztesség. Az biztos. RPK befejezi, Buddy triplája. Most a tizedik kör felé, és itt van, nézd meg. Buddy ellövi az egyik embert, sőt a másikat, és utána még mindig nem infózzák, még mindig nem néz rá fair, és az ő fejét is ezzel a tökéletes spray kontrollal el tudja lőni Buddy. Hát, amiről beszéltünk. Remek formában, jól illeszkedve a csapathoz, hozza azt, amit elvárnak tőle. CT-ben, terrorban egyaránt. És azért ez nem volt egy annyira egyszerű kör, tehát hogy egy ilyen frontline-os támadás, amiben ilyen sokan özönlenek vele az arcodba, és megtartani az M4-et, és ennyire higgadtnak maradni közben, nagyon szép kill volt. Ezért látszik, hogy Buddy is ott van a top tierben, csak legfeljebb eddig nem az a csapat alkalmazta, ami kellett volna, hogy legyen. De talán ugyanez igaz Devire, és jobb csapatban jobban fejlődünk. Megvan, hát Screamet lesebezték, 33 HP-re, ez még nem jelent semmit. Desert Eagle van FNX-nél. Két AWP pedig és megint a két AWP. Egyébként lehet, hogy ez az agresszívabb védekezés... Terror oldalba. Terrorba két AWP, Robi. Nagyon furcsa de ez megint, nekem. Ez, de erről beszéltünk, hogy a G2-nek a terrorkörei körülbelül fele annyi idő, mint a Luminosity Gaming-nek a terrorkörei. Mert még itt is píkelgetnek. Meg lassan játszanak, tényleg végignyomják kontrollt, meg a shiftet, tehát hogy ők úgy támadnak be egy site-ra is, hogy közben sétálnak, tehát hogy így nem, olyat, hogy futás, nem nagyon. Ritkán látunk. És nincs még meg a nyitó egyik oldalon sem. Scream 33 HP-val óvatosan kell, hogy bárhol is kinézzen. Nem döntötte még el azonban sem a G2, hogy hova helyezi a fókuszt, sem pedig a Luminosity, hogy mit támad be. B sötétben a bomba is középen, valamint rövidet letartják, hogy valószínűleg egy kerítős B-re kerül sor. Gránát jön rövidre, és Fallen elképzelhető, hogy csak benéz, próbál píkelni, és többieket fedezi, miközben ők B-re mennek. Így is van, ez történik. Taco megpróbálja ablakból kiszedni az első embert, és ez sikerül is. Buddy azonban felbusztolva csak egy ember tud ellőni, eddig Taco duplája, repíti a Luminosity Gaming-et, fogy az idő azonban, de le fog kerülni a bomba. Taco ellövi a harmadik fregét is a körben, Smith és RPK pedig teljesen kiszorított helyzetben. Kell. Ez nem az a szituáció, nagyon messze van ugye RPK és hát Smith is olyan helyzetben van, hogy, hogy mondjuk elveszítheti az AWP-t, az ugye egészen jó dolog, főleg egy ilyen nehéz pénzügyi helyzetben, ami hogy most lesz a G2 eSports. Be kellett néznie balra, ott a fakapun keresztül a Smithnek. És pont akkor, hát az időzítés, amiről beszélünk, Fallen kinézett középre, és oldalba tudta lőni Smith-t, tehát AWP párbaj nélkül tudta ellőni a másik egy lövetűt. 10-10, egyenlít a Luminosity, oda-vissza pörögnek a körök, nem lesz pénz azonban a G2-nál, úgyhogy visszaveszi a brazil csapat az előnyt, hogyha persze ezt a kört lehozzák, nem akarunk semmit előre elárulni, vagy bármi olyan információt megosztani veletek, ami ne lenne ismert, de hát mi se tudjuk, pusztán az anyagi helyzetéből következtetünk a két csapatnak. Brazil szurkolók közben a képen, hát 2-1-nél és 7-1-nél valószínűleg nem voltak ennyire boldogok, nem is mutatta őket a kamera. Most, hogy egy nagy comeback után a Luminosity visszajött ebbe a mérkőzésbe, ilyen tetemes hátrányból már joggal mutatja boldog arcukat a helyszíni stáb. Így igaz. Hány, mennyi van? Eddig egy 5-7-2 P2-t, és ugye kimentett M4 RPK-nál, és ahogy már az előző körben is láthattuk, a két AWP-s támadás, ez a rendkívül lassú kimért, és üzenel felett idegesítő játékstílus az, ami... Jól mondod. De te abszolút meg lehet magamat képzelni a G2 helyben, hogy így már várom, hogy jöjjenek, és nem jönnek, és most akkor kidobom a flash-t, és nincs ott senki, de egy AWP a messzeségből lelő. Tehát ezeket lehet tapasztalni. Most is például egy percnél, ha megnézed, nem tudom, semmi, 20 métert, nem 20 métert mozogtak el a kezdet, igen. Legalábbis négyen az ötből. Semmilyen területet nem foglaltak el. Övék B-sötét, illetve Án a kapun belüli rész, most néznek majd ki hosszúra, pedig Echo körben a G2-t még itt sem vállalják be a nehezebb szituációt, és most Scream le tudnál lőni Kolzarát, hát de hát csak egy... a nagy Valhallában a busz megállóban egy kicsit leül. Egy pár sebzést tudott kiosztani, jönnek A hosszún, de mindig nem olyan gyorsan.
Persze, még rengeteg idő van. Ó, Buddy, közben előtt egy embert. Egy 10 másodpercnél mondanám azt, hogy jó, akkor srácot ne kontrolla, hanem shift-tel menjünk most már. És közben sok mellett mentek el ketten is. Smith tud egy fejest kiosztani. Soxi pedig. Előtte két ember, de nem mindegy, mert előtte volna, akkor is meg, tehát ez veszett fejszennyi le volt, de legalább két fegyvert elhoztak. Megvan tehát az előny a Luminosity Gamingnél, és koncentrálnia kell a G2-nek, hiszen innentől kezdve folyamatos hátrányból kell védekezniük, és megint csak nincs fegyverük, tehát dupla ekót alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy 12-10-re is elmehet a Luminosity Gaming. Én nem nagyon hiszem, hogy ezt a kört le tudná hozni a G2, még az előbb nagyobb esély lett volna rá, de így. Na, ásuk, Scream. Ott már egy jó pár golyót mellé lőtt, RPK segíti ki végül is a társát. Így nem megvan az-e? Nem tudják felvenni a fegyvert, tehát sokra nem mentek vele, hiszen a két AVP, két AK még mindig bőven elég, hogy a CT-k megosztott erejét áttörje egy támadás formájába, majd valamikor egy perc múlva. Igen, igen, igen. Hát amiatt nem kell aggódni, hogy itt egy percen túl fog lekerülni a bomba, vagy akár, hogy 30 másodpercen kívül fog lekerülni a bomba. De ameddig ez bejön a Luminosity Gamingnek, addig nyilvánvalóan ezt fogják játszani. Csak kérdés az, hogy amit az előző mappokon meg tudod csinálni a G2 eSports, hogy tudtak alkalmazkodni ehhez a lassú játék stílushoz, azt meg tudják itt tenni. Itt azért ez nem annyira egyszerű Dust 2-n. Tehát itt... A és B lerakó ugye a játék... Itt CT-ként a lurkre nincs annyi lehetőség. Csak ha nem, amiben nem tudjuk a téknek a pozícióit. Igen, és ha már lerakták a bombát, visszafoglalni kvázi lehetetlen, hiszen a legnehezebben visszafoglalható pályák, igen, vagy lerakókként tartják számon Dust 2 mindkét lerakóját, át is, illetve B-t is át nehezebbnek tartják, és gondolj bele, tehát ha számolgatsz egy kicsit, ha bemész ára is lerakod a bombát, már valószínűleg egyenlő létszámba vagy létszám előnybe vagy terrorista oldalon, és utána még a legnehezebb lerakót kiengedni a kezeid közül, hát az már művészet, például amit 4-2-ben csinálta a G2, kellett hozzá egy team kill, de utána már egész könnyű volt a helyzet. A Luminosity Gaming számára. A Luminosity azonban nem teszi meg azt a szívességet, hogy ilyen hibákat elkövessen. Most 10-10-ről két körös előnyt kiépítettek, de a dupla echo után jöhet a vásárlás a G2 eSportnál. Elkezdhetnek visszakapaszkodni és újra mérkőzésben érezni magukat, ha csak nem akarják Infernón eldönteni, de hát miért akarnák? Itt vannak tényleg a siker kapujában, 7-1-nél már szinte kezükben érezhetik a kupát. És megvan Smithnél is az AVP, most már végre volt pénz bevásárolni egy dupla ekkók után, meg egy nagyon-nagyon furcsa körök egy után. Diffuse kitük van azonban egy, csak. Hát igen, nagyon-nagyon kevés. Ha ezt elveszítik, akkor persze lesznek már 3400-as tubuszbúszok, de itt 14-10-nél tudnak majd megint mondjuk egy AVP-s felállást vásárolni. Nagyon nehéz dolgokat, tehát ez a kör kell kötelezően a G2-nek, ha pedig nem, akkor már szinte megnyert a Luminosity Gaming ezt a pályát, azt a pályát, ahol nem hozta a kört egy jó darabig a másik fél időben, így kell felállni, és így kell újra játékba kerülni. Nem szabad összetörni. Arról beszéltünk még a szünetben, hogy hosszú távon a Luminosity Gaming tartani fogja magát, és ott ők lesznek jobbak, hogy nem tudja gyorsan lerendezni a G2 ezt az LG-t. Tényleg gyorsan és fájdalommentesen nem végzik ki őket, akkor hosszú távon a Luminosity Gaming játéka stabilabb. És erre ez is egy jó példa. Két fegyvert kimentenek, oké. És aztán mi lesz? 13-10-nél ott mennek be, ahol akarnak, kihúzzák az idejüket, szépen játszik az LG. Kell egy echo-t nyomnia a G2-nak mindenféleképpen, és akkor majd 14-10-nél kezdhetnek el újra visszakapaszkodni, de el is vesztik a fegyvereket, úgyhogy mindenféleképpen kelleni akkor fog nem majd ki. Hát a, akkor az echo mindenkinek. 13-10 tehát. Én semmit nem... Oda néz, forszolnak! Dobálják egymásnak a fegyvereket és ráforszolnak. Oké, hogy lose bónusz meg minden. De hát még csak... 4 körös, igen, a következő körben még több pénzt kaptak, de így, hogy nullára vásárolták magukat. Úristen, és Smith mit lő vissza? Előtte FNX-et a smoke fölött. Megvan a nyitó kill, és ezáltal az emberelőny a G2-nak. Lehet, hogy jól fog elsülni számukra ez a force. Nem számítanak rá, hogy Polcera ennyire agresszívan már bejött B-re, és utána ki is hátrál. Kiegyenlíti a létszámot,
és elhagyja a színteret, a fegyvert így és azonban nyilván van egy felveti, egy olyan helyzetből lőd, amit nem lehetett follow-up-olni megfelelően, hiszen ott volt egy füst, aminek a szélénél lógott ki Scream. Nagyon jól meglátta ezt a lehetőséget Colt Zera. Egyébként ez rosszul is elsülhetett volna, hogyha mondjuk Buddy majdnem, hogy ugyanolyan helyzetben van, mint amikor lőtte azt a gyors hármasát, akkor pont rálátott volna Colt Zerának pozíciójára. Nem történt meg. Így viszont 4v4-ből kell tovább folytatni. Egy picit már mosolygott a G2, hogy de jó volt az entry killünk Smith-től, és azonnal elveszítettük. De hát nincs még probléma, kitolták ugye Buddy pontosabban, és ez rengeteg info. És pont a timing. Timing is everything, ugye ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ha most Fer egy másodperccel tovább tartotta volna, pont fordítva lenne. Na de RPK-l. Nem néznek be RPK-ra, egyetől ez így nem rossz, azért egy-egybe cserélt. De ha kettőtől, akkor lett volna igazán biztos Fallennél és Colt Zeránál, viszont veszélyesebb duó nem nagyon létezik már, mennek előre sokszor, túlment sokszor kellene megölni ahhoz, hogy sikerüljön, és ez meg is történik. Smith itt van az AWP-vel egy nagyon közeli pozícióban, próbál nozumolni, de hát miért? Hiszen a másik játékosra nincsen semmiféle információ. Buddynak sietnie kéne, hogy megöljék Fallen, Colt Zera pedig ott van Sighton, először Smith-szel próbálkozik, Buddy pedig ki, de nem lát rá Colt Zerára, ketten kellene, megint ugyanaz a szituáció, amiben az előbb tékázott Shox, megvan Smith, és kifogy a fegyver, de Buddy még így sem tudja előni Colt Zerát, Pick átvált arra a fegyverre pisztolyra, és Colt Zera megcsinálja. Buddy, mi történt veled, fiam, és Colt Zera veled? Hát megőrült a srác, még a székéből is kiugrott, úgy örül neki. Ez volt az utolsó előtti szög azon a bizonyos koporsón. Ide néz, itt a visszajátszás. Nem találja el AK-val Smith nagyon hosszú ideig. Látjuk, 4 golyó a tárban, figyeljük ezeket a golyó számokat. Smith nem mutatja magát, és az utolsó golyónál 15 HP-n marad Colt Zera, de nem sikerül utána pisztollyal sem ellőni őt Buddynak. Hát ez lett volna a legfontosabb feladata most az eddigi döntőn Buddynak, és ezt nem sikerült lehoznia. Közben pedig már 14-10-nél A hosszút elfoglalták a Luminosity játékosok. Smith a scouttal még visszalövi Fert, és ezáltal egyenlő a létszám, de ha Screamnek nem sikerül fegyvert szereznie, nehéz helyzetben a CT védelem, Scream oldalba lőheti Colt Zerát, hiszen elvonta a figyelmet, Buddy! És szerez is egy fegyvert, méghozzá egy AK-t, a neki legkedvesebb fegyvert. Innentől kezdve talán lehet esélye a G2 eSportsnak ezt a kört megnyerni, de amíg Fallen játékban van, nem vagyok biztos ebbe teljesen, vagyis pontosabban Colt Zera lenne a társa, akkor még veszélyesebb lenne a helyzet, de nem! FNX egyébként elmondom neked, hogy ebből az ötösből FNX-nek van a legnagyobb múltja a brazilok közül, csak hát legfeljebb a játéka nem annyira stabil most már. Opa. FNX! Benyit! Ott úgy kell! Mennek elő az azzal az SSG-vel pedig Smith, nem tudom, hogy mit fog kezdeni, nincsen már, hogy mondjam, van még gránát, de nem náluk. Smith bemegy. És 1v1-ben Scream hibázik! Fallen viszont nem! Ezzel pedig 15-10-re módosul az állás, egy kör, és mehetünk a mindent eldöntő Infernóra, és egy olyan elgét látunk most játszani, ami megint a régi fényében tündököl, végre javítottak azon, ami eddig nem nagyon ment, a támadó oldalon picit offenzívabban játszanak, mint eddig, és Infernón pedig köztudottan bitangerősek. Hatalmas feltámadás a brazil csapattól, és hát ugye régi fényük alatt azt beszélhetjük, amit tulajdonképpen 2 hónapja mutattak, tehát nem olyan régi, nem olyan rozsdás ez a skill. Smith közben egy remek freggel, A-hosszún egyenlőre menti a létszámot, utolsó szalmaszál a G2 számára, és nem olyan vészes a vásárlás. Ezzel még lehet mit kezdeni, 2 AWP ellen, hogyha hibáznak Colt Zera és Fallen, akkor még lehet keresni valója a franciáknak. RPG gránátra számít, és próbálják onnan Buddyt kigránátozni. Nem, bocsánat, Shox az, Buddy egyszer már onnan alkotott, de most Shoxi van ebbe a pozícióban. 15-10 hosszún megy előre a terror offenzíva, RPG és Smith letartják rövidet, de hosszúra senki nem figyel. Így nem tud jönni az info Buddynak és Shoxnak, hogy el kéne indulni. Most néznek csak ki Screamék, és rohannak vissza RPK-vel. Most meg lesz a kontakt, de Fallen gyorsabban tüzel, sőt duplán! Colt Zera dobozon keresztül még ellövi Buddyt Shoxnak, még ez a frag jár, remekül játszott ezen a pályán is,
de többet már valószínűleg nem enged neki a brazil csapat. Sox kameráján látjuk, hogy próbálja megtenni a tőle telhetőt. Gránát dobásaival elárulja pozícióját, átnyomja a smoke-ot, mindhárman ide figyelnek. Oppá, egy egygolyós fejes, hogyha Follett is ellövi, már pedig ellövi, akkor még bármi lehet. De nincs info tripla Soxról. Nincs info FNX-ről, nincsen idő. Me- Sox lesokkolt teljesen, mi van? De mi van? Minek ide info? Ott a nyers skill, 1v3-at hoz le Sox. A G2 csapatkapitánya lehetetlen helyzetből. Hát milyen 1v3, 1v4-et? Az első killnél még azt mondtuk, ez még jár neki, és utána ez az egy golyós fejes. A füstön keresztül meglátja Follent, testlövés, már 3-nál jár. És FNX kinéz a diffuzoló Soxra, aki elsprayeli FNX fejét is. És hát ezzel lehet. 15-11. Hát ez még kellett ide a végére, ha el is veszti a G2. Nem hagyják el rosszá ízzel Dust 2-t. Ezt a kör önbizalmat adhat nekik Infernóra. Jó, 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 jó. Én mostantól Soxhoz fogok imádkozni, nem Jézushoz. Hát Soxy Jesus! Soxy Jesus! Hát erre hosszú, hát köszönöm, jó volt a follow-up. Megvan az entry a Luminosity Gaming-nek, annak ellenére, hogy hatalmas boostot adhatott ez az 1v3 most a G2-nek, elhullott most már Buddy is. Nehéz lesz így viszont Soxinak megint egy 1v3-at hozni, vagy valami hasonlót. 1v4 volt, ja, ráadásul, tehát... Hú, miről van szó, hogy megint megoszlik a figyelem a CT-knél. Egy közép, egy A és egy B, pedig a másik oldalon 5 terrorista támadhat bárhová. Bárhová, ahol csak szeretnés, hogy mindig van kevesebb, még 50 másodpercük. Nagyon nehéz lesz megvédeni, bármelyik, is, bármelyik lerakóra is mennek. Ez viszont hol rövid lesz. Van egy füstje viszont RPK-nak. Hát igen, meg vakító el, és mell hibázik, Scream-on megint hibázik, de elsírom magam komolyan. Scream az AVP-vel mondjuk szokatlan felállás, Follen kezébe sokkal jobban áll az egylövetű, és a bombát rakójátékost el tudja lőni Sox. Megint, ott a bomba! Megint meghúzza a fáradtan. De miért ő megy el? Miért a bombát megy előre? Ó, és nézd meg, kiugrik Sox teljesen feleslegesen, 25 másodperc volt nála, nála volt a bomba, pozíciót akart váltani, és utána Follen harmadik fregjével a körben, megvan a 2-2, hergeli egymást a brazil csapat, a közönség is oda teszi a magáét, örjöngenek a szurkolók, fent a lelátón is éjjenzi a tömeg a negyedik mapot megnyerő Luminosity Gaminget. Egy rövid szünet után jövünk vissza, Inferno az utolsó pálya, ne menjetek sehova!